Köszönöm a Romer Floris Művészeti és Történelmi Múzeum áldozatos munkáját, azt a tevékenységet, amivel nap mint nap tesz a város kulturális életéért, a minőségi kulturális igények kielégítéséért, és amelynek révén ilyen értékes kiállításokat tekinthetünk meg szeretett városunkban. Még csütörtökön nyitotta meg Borkai Zsolt polgármester a Romer Floris Művészeti és Történeti Múzeum legújabb időszaki tárlatát. A Mindegy kaleidoszkóp utak a tudattalamban című kiállítás egyúttal a múzeumok éjszakája, országos programsorozat győri állomásának megnyitója is volt. Az Eszterházi palotában a századfordulós magyar képzőművészet legjelentősebb alkotóinak munkáit mutatják be tematikusan, de más miatt is különleges a tárlat. Azt, hogy miben más, mint a többi kiállítás, ami a múzeumok kínálatában megmutatkozik, azt talán a művészetterápiával kapcsolatban tudom megfogalmazni, mert ez az a módszer, amit a magyarországi múzeumok még nem annyira bátran használnak, és azáltal, hogy nálunk ez megmutatkozik, és színesíti a Romer Múzeumnak a kínálatát, a palettáját, ezáltal úgy gondolom, hogy valami plusz tudunk adni, akár a mostani kiállításhoz kapcsolódóan, akár pedig a jövőre nézve. Ha jól emlékszem, nagyobbik bátyám jele egy gyönyörű kisvasút volt. Még most is hallom, ahogy gyerekkori önértékelésemmel olyan édesen, véresen átzakatol. Szent Poetrivel indult a szombati programok sora az Apátúrház udvarán. Itt találkozhattak az érdeklődők az idei múzeumok éjszakájának egyik újdonságával, a PH érték borudvarral. A pannonhalmi borvidék pincészetei formabontó módon népszerűsítették a kultúrált borfogyasztást és a környék nemes nedűit. A kezdeményezés sikerességéről az egyik borász beszélt híradónak. Túl vagyunk két napon, és két nagyon zsúfolt nap volt tulajdonképpen, azt lehet mondani, hogy nagyon sok ember volt. Tegnap szinte meg se lehetett mozdulni itt az udvarba. Jók a csatlakozó elemek, azt gondolom, tehát a kiegészítő rendezvényelemek, zenei és egyéb ilyen dolgok, úgyhogy azt gondolom, hogy sikeres a történet. Több szempontból is ütősre sikeredett az idei programsorozat Győrben, hiszen a nagy hagyományokkal rendelkező ütős maratont is ezen a hétvégén rendezték az egykori zsinagógában. Fiatal tehetségek és a külföldi, illetve a hazai ütős élet neves művészei is bemutatkoztak szombaton a városban. A hagyomány az egy nagyon fontos alapérték. Azt gondolom, hogy a hagyományok arra jók és azért jók, hogy a következő nemzedék is tudjon belőle épülni, és mindig hozzáadja a sajátját. Így van ez, és ezért értékes ez a rendezvény, hogy a fiatalok adott a helyzet, hogy ők tovább fogják ezt vinni. Azok a kicsik, azok a fiatalok, akik olyan művészekkel lépnek most fel együtt egyszerre egy színpadon, mint Horváth Kornél, akinek az ütés technikáját Amerikában is tanítják, Kossuth Díjas művészünk. Tehát példa, inspiráció és lehetőség a jövő nemzedékének mindenképpen. A Toszoda projekt idén másodjára vett részt az ütős maratonon. Különleges hangszerükkel, a handpennel színcsempésztek ebbe a zenei programba. Most már második éve vagyunk itt Győrben ezen az ütős maratonon, és mivel én több szállon is kapcsolódom egyébként itt a szervezőirodához korábbra, úgyhogy ez különösen egy jó élmény, jó érzés. Meg ritka, hogy ilyen illusztri szép helyen tudunk egyébként muzsikálni. Rengeteg fesztiválra járunk, jobbra-balra az ország, meg külföldön is, de külön élmény, amikor egy ilyen szép helyen tudunk muzsikálni. Mi magunk sem gondoltuk volna azt, hogy ezzel a kiállítással sikerül a még lappangból, még rejtett értékeket előhívni. Alig telt el három év a nagy sikerű magyar hangosfilm plakátjai 1931-1944 című tárlat óta. Több mint egy tucatnyi elveszettnek hit hangosfilm plakát került elő, és ebből stílszerűen a múzeumok éjszakája csúcspontján, vagyis szombaton este nyitottak meg egy kiállítása Megkerült hírmondók, válogatás az elveszettnek hit hangosfilm plakátokból címmel. 1931 és 1944 között 360 hangosfilm készült, általában mindegyikhez két plakátot készítettek, tehát gyors fejszámolással elmondhatjuk azt, hogy több mint 700 plakát készült ebben az időszakban a magyar filmekhez. Ebből 2016-ban több mint 500-at megtaláltunk, egy nagy kötetben ezeket be is mutattuk, illetve egy nagy kiállításon Győrben is, illetve Budapesten is, és nem is gondoltuk volna, nem is mertünk volna arra gondolni, hogy ilyen hamar tudunk jelentkezni már egy olyan válogatással, ami azokat a plakátokat tartalmazza, amik akkor még nem voltak előtérben, még nem kerültek elő. Többen le is fotózták, vagy épp fotózkodtak a különleges plakátokkal.
Nem csak szépek, hanem értékesek is ezek az alkotások, így elmondható, hogy egy igazi értékmentő akció is zajlott a plakát kiállítások kapcsán. Sokan voltak kíváncsiak az Esterházy palota új tárlataira, de elmondható, hogy minden program teli találat volt a hétvégén. Rengetegen vannak a városban, rengeteg győri polgár, rengeteg turista, rengeteg más területről, más országból érkező polgár van itt Győrben, és mi nagyon örülünk annak, mert ez egy vendégszerető város. Tudjuk azt, hogy a vendégészakák számát az elmúlt 10 évben meg tudtuk duplázni, és ezt pedig úgy tudtuk elérni, hogy egy olyan széles körű kulturális kínálatot biztosítunk, ami erre a hétvégére is igaz, hiszen egyszerre zajlik a múzeumok éjszakája és a táncfesztivál, és ez rengeteg embert vonzott a városba ezen a hétvégén is. Most rakom a feltéteket a szendvicsekbe, ami a jellegét adja. A vegába a grill sajtot, a csirkés pesztósba a csirkét, és az egyedülálló marha kolbászosunkat, amiben egy zöldfűszeres tekert marha kolbász van. Így készült az egyik legnépszerűbb hétvégi gyorsétel Győrben. A színes programkínálatban ugyanis a gasztronómia szerelmeseire is gondoltak a szervezők. A szombati frissítő zápor sem tántorította el a food truck sorra érkezőket, hogy kedvenc ételeikből falatozhassanak, még esőben is hosszú sorok álltak egy-egy büfékocsi előtt. A különleges ételek pedig akár egy kapuajban is jól estek. Honeybeast a színpadon, tomboló emberek a küzdőtéren. A népszerű magyar zenekar koncertjével zárult a múzeumok éjszakájának 3. napja. Ez a program pedig a 15. Magyar Táncfesztiválhoz és 5. Gyermektáncfesztiválhoz is kapcsolódott. Elmondható, hogy az idei igazán különleges éjszaka volt, hiszen 4 napig tartott, és több 10 000-en vettek részt a színvonalas programokon.